Áldott az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, szabadításunk Istene. Szeretettel köszöntök mindenkit itt a templomban, a munkatársakat, és szeretettel köszöntjük mindazokat, akik az internet segítségével vannak velünk együtt az Isten tiszteleten. Alkalmunk kezdetén a 155. dicséretünk egyetlen versét énekeljük el. A 155. ének így kezdődik: Ó Úristen, légy közöttünk! Szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istennek igéit, úgy, amint az írva található János evangéliumának 7. részében, a 10. verstől a 30. versig terjedő ige szakaszban. János evangéliumának 7. részéből, a 10. verstől a 30. versig így szól Istennek igéje hozzánk. Miután azonban elindultak testvérei az ünnepre, akkor ő is felment, nem nyíltan, hanem amennyire lehetett titokban. A zsidók pedig keresték őt az ünnepen, és kérdezgették, hol van ő? És sokat suttogtak róla a sokaságban, némelyek azt mondták róla, hogy jó, mások viszont ezt mondták, nem az, sőt félrevezeti a népet. De nyilvánvalóan senki sem beszélt róla, és nyilvánosan sem, mert féltek a zsidóktól. Már az ünnepi hét fele elmúlt, amikor Jézus felment a templomba, és tanítani kezdett. Csodálkoztak a zsidók ezen, és ezt kérdezték. Hogyan ismerheti ez az írást, hiszen nem is tanulta? Jézus erre így válaszolt nekik. Az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki elküldött engem. Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, felismeri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e, vagy én magamtól szólok. Aki pedig magától szól, a saját dicsőségét keresi, aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz, abban nincs hamisság. Nem Mózes adta-e nektek a törvényt, de közületek senki sem tartja meg a törvényt. Miért akartok engem megölni? A sokaság erre ezt mondta. Ördög van benned, ki akar téged megölni? Jézus így válaszolt nekik. Egyetlen dolgot vittem véghez, és mindnyájan megütköztök rajta. Minthogy a körülmetélkedést Mózes rendelte el nektek, nem mintha Mózestől volna, hanem az atyáktól van, és szombaton is körülmetéltetik az embert. Ha körülmetélitek az embert szombaton, hogy ne sértsék meg Mózes törvényét, akkor miért haragusztok én rám, hogy egy embert teljesen meggyógyítottam szombaton? Ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet. A jeruzsálemiek közül ekkor így szóltak némelyek. Vajon nem ő az, akit meg akarnak ölni? És íme nyilvánosan beszél, és semmit sem szólnak ellene. Talán bizony felismerték a vezetők, hogy ő a Krisztus. Csak hogy róla tudjuk, honnan való, amikor azonban eljön a Krisztus, róla senki sem tudja majd, honnan való. Amikor Jézus a templomban tanított, hangosan kiáltva szólt. Ti ismertek engem, tudjátok is, honnan való vagyok. De én mégsem önmagamtól jöttem, hanem az, aki engem elküldött, igaz, ti őt nem ismeritek. Én ismerem őt, hiszen tőle származom, és ő küldött el engem.
El akarták fogni tehát, de senki sem vetette rá a kezét, mert még nem jött el az ő órája. Isten tegye áldottá az ő igét, hogy ne csupán csak meghalljuk, hanem meg is értsük és szívünkbe fogadjuk azt. Csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk! Hisszük, hogy ezen a héten is velünk voltál, és ha végig nézzünk erre a hétre, akkor a fáradtságban, nyomorúságokban mégis megláthatjuk a te jelenlétedet, szeretetedet. Köszönjük azt neked, drága Urunk, hogy jóságos Istenünk vagy, aki látod ugyan szívünket, gondolatainkat, te tudod, Urunk, hogy minden estől fogva gyarrók, esendők és bűnösök vagyunk, de mégis köszönjük, hogy fiad az Úr Jézus érdeméért megszólíthatunk téged és jöhetünk hozzád. Köszönjük neked, drága Urunk, az elkészített ígéreteket. Köszönjük, hogyha olvassuk az igét, a Bibliát, hisszük, hogy lélekké és életté válhat számunkra. Hálás a szívünk, hogyha megtapasztaltuk már, hogy igédből vezetést kaptunk életünkre nézve, bátorítást, vagy éppen megfeddést. Köszönjük, hogy hűséges, szerető Istenünk vagy, aki az Úr Jézus Krisztusban jöttél közel hozzánk. Köszönjük neked őt, az ő áldozatát, váltsághalálát, szenvedését, feltámadását, és köszönjük, hogy most ott van nálad, a te jobbodon, és visszajön majd ítélni élőket és holtakat. Segíts bennünket, drága Istenünk, hogy ne legyünk ilyen szőrszálhasogatók, törvénykezők, ítélkezők, mint ott Jeruzsálemben a farizeusok, az írástudók voltak, akik mindenbe belekötöttek, akik igyekeztek mindenben rosszat látni. Segíts, Urunk, hogy megláthassuk a másik emberben a te arcvonásodat, a te szeretetedet, azt, hogy ő is a te képedre és hasonlatosságodra van teremtve. Köszönjük, Urunk, hogy a te igét hisszük, most is élő és ható lehet, ami átjárhatja lelkünket, szívünket, gondolatainkat. Cselekedd ezt meg a te drága szent lelked által. Jézus nevében kérjük ezt tőled. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésére és hallgatására készülve egy nagyon ismert zsoltárt, a 42. zsoltárunk első három versét és az utolsó 7. versét énekeljük. A 42. zsoltárunk első három és a 7. versét énekeljük, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Patakra a szarvas kívánkozik.
Kedves gyülekezet, az az ige, amely alapján szólni kívánok közöttetek Isten szent lelkének a segítségül hívásával, írva található az előző szakasznak a folytatásában, János evangéliumának 7. részében, a 37., 38. és 39. versekben a következőképpen. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ez pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. Ezek az Isten igaz beszédei. Az ég és a föld és benne a mi földi életünk elmúlnak, de az ő beszédei soha el nem múlnak. Kedves gyülekezet, mindig furcsa Isten igéjéről szólni lelkipásztorként is, és talán a mi küldetésünknek az egyik mércéje az, amikor ez a szent remegés, vagy titokzatosság, vagy különösség rutinná válik az életben. És mennyiben inkább furcsa ez, amikor egy kamerába kell beszélni, amikor a reménységünk az, hogy ti valahol a magatok otthonában ilyen vagy olyan formán közöttünk vagytok. És mennyiben inkább furcsa egy olyan helyzetben, amikor az ember nagyon nehezen tudja eldönteni, hogy most találkozzunk a templomba, vagy ne találkozzunk. Egy közösséggel beszélgettünk az elmúlt napokban erről, hogy nyissunk el a templomot, vagy ne. És aztán olyan dolgokra hivatkoztak, amire nagyon sok európai országban nem is lehetne hivatkozni. Mondjuk, hogy a plázák nyitva vannak, mert nincsenek nyitva a plázák. Én magam az elmúlt héten 5 gyászoló családdal beszélgettem. És 4 olyan nap volt, amikor a statisztikákban nem kutattam, csak szembejöttek a hírekben, 35 év alatti halottak többen is voltak. Volt közöttük, akinek egyszerűen csak magas vérnyomásos volt az alapbetegsége. Találkoztam egy édesanyával, aki szomorúan mondta el nekem, hogy a teljesen egészséges fia szövődményként a koronavírus fertőzés után el kell, hogy fogadja, hogy élete végéig talán a csillapíthatatlan, megemelkedett púzus számára gyógyszert kell, hogy szedjen. És láttunk olyan ismerős fiatal házaspárt, ahol talán még csak fél éves a kisgyermek, a másik meg még csak 3, és az édesapa fiatalon meghalt. Így vagyunk most együtt. Egy furcsa világban, ahol hozzászokunk sok mindenhez, és azt is tudjuk, hogy koronavírus járványtól függetlenül is meghalnak fiatal emberek, és elveszítjük a szüleinket, és mi magunk is megbetegszünk. Csak talán a nyugati civilizációban, a mi gondolkodásunkban nagyon percemberkékké válunk, és nem nagyon akarunk a jövendőbe tekinteni, és azt gondoljuk, hogy mi annyi mindent megengedhetünk magunknak. Hogyha egy rövid címet szeretnék adni a felolvasott szakasznak, akkor mondhatnánk azt, hogy Jézus ajánlata az örök élet. Ő tovább vezet, túlmutat, többet ad, és amikor ezt így megfogalmazom magamban, akkor kicsit ilyen reklám ízű hangulatom lesz. Ilyenkor szoktam én kikapcsolni a televíziót, vagy odébb kapcsolni, mert olyan nehéz elviselni, hogy mennyi mindent próbálnak letuszkolni a torkunkon. És hogyha ilyen hurrá kereszténységet hirdető lelkipásztor lennék, és azt mondanám, hogy Jézusnak ilyen ajánlata van, ami tovább vezet, túlmutat, megerősít, megsegít, akkor sokan talán azt mondanátok, hogy na, jó van, a papoknak ezt kell mondani, de hát én küszködök. Én félek, én szorongok, én bizonytalan vagyok a munkahelyemben, az egészségemben, és annyi mindent nem tudok. És mégis igaz az, hogy Jézus Krisztusnak valamilyen különleges, elkészített ajánlata van a mi számunkra. És talán olyan megdöbbentő, amit fogok mondani, hogy ebben az időszakban, amikor annyi minden megállít bennünket, annyi minden megerősíti azt, hogy a nagy egójú gondolkodásban az ember mennyire törékeny, akkor olyan jó lenne, hogyha megértenénk, hogy amit ő kínál, az mindennél jobb, mindennél fontosabb megoldás a számunkra. Az előző fejezet végén János evangéliumának 6. részének a 60. verse után levő szakaszban valami furcsa dolgot olvasunk arról, hogy
nagyon sokan csalódtak Jézusban, és sokan otthagyták őt. Milyen sokan mondják, hogy ha én akkor éltem volna, akkor biztos hinnék benne, de hát ma már a papok annyira hiteltelenek, meg az egyház kiszolgál ezt, meg azt, meg amaszt, és aztán hivatkoznak arra, hogy 2000 évvel ezelőtt ők lettek volna szuper keresztény emberek, de hát Jézus sokan otthagyták. Miért? Mert csalódtak benne. Mert volt elvárásuk, volt elméletük, volt valamilyen határozott elképzelésük a jövőről, talán ezért imádkoztak is, talán követték, talán kockáztatták a munkahelyüket, talán felvállalták, hogy a szomszédok összesúgjanak a hátuk mögött, és aztán nem úgy alakultak a dolgok. Én nem tudom, hogy ti, akik otthon vagytok most, a hitetekben hol álltok. Talán volt az életetekben egy ilyen időszaka, vagy talán éppen most vagy úgy itt együtt velünk, hogy azt éled meg, hogy te is ott hagytad őt. Valamikor fontos volt, aztán csalódtál, talán éppen bennem, és az otthoni intimitásban bekapcsolod az internetet, vagy nézel mást jellegű vallásos műsort, vagy éppen a kócsoknak a kínálata lesz szimpatikus a számodra. Tudjátok, az életünkben meg kellene tanulni, feldolgozni azt, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy mi szeretnénk. A mai gyermeknevelésnek itt van az egyik nagy buktatója, ahol nem tanítják meg a szülők a gyerekeket sokszor arra, hogy nem kívánság műsor az élet. Én nagyon sokszor, szinte minden fél évben eljátszom a hittanórákon egy-egy gyerekkel, akik bejönnek és mondják, hogy Tamás bácsi, menjünk ki hógolyózni, vagy Tamás bácsi, ezt csináljunk, azt csináljunk, és mindig szoktam mondani, hogy légy szíves, menj ki a teremből, nézd meg az ajtó fölötti részt, és ki van-e odaírva valami. A gyerek kimegy, persze tudja, hogy nincs ott semmi, visszajön, és nem érti, hogy miért küldtem. Én szoktam mondani, hogy majd ha ki lesz odaírva, hogy kívánságműsor, akkor majd kiabálhatsz. Ilyenek a felnőtt világ tagjai is ma. És ha adtam egy esélyt Jézus ajánlatának, nem úgy történik, elhagyom. És olyan fájdalmasan kérdezi meg Jézus a tanítványokat, az ott maradtakat, vajon ti is el akartok menni? Kérdezi tőlünk is ezt. Vajon ti is el akartok menni? És Péterből kitör valahol a józan emberi logika számítgatása alapján, Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Ma nagyon sokáig az ember nem jut el idáig. Mert mindig van egy jobb ötletünk. Mert mi még mindig be akarunk valamit bizonyítani. És aztán kezdődik el a hetedik fejezet, amiben a mai textusunkat olvassuk. Azt olvassuk ott, hogy a testvérei sem hittek benne, mert nem tudták rábízni magukat. Mert nagyon-nagyon nehéz volt elfogadni, amiről Jézus beszél. Mert hogyha a földi élet megoldásáról van szó, egy nyereményről, egy haszonról, akkor az emberek sorba állnak. Ez kell nekünk. Hát persze, hát itt élünk, ez természetes. De amikor Jézus arról beszél, hogy tudjátok, mindaz, amiért gürcöltök, meg az a földi lehetőség, amit olyan fontosnak tartotok, az azért nem lesz elég mindenre. Mind, ami érték volt, mind, amiért küzdöttél, itt marad nélküled, elmégy, ahogy eljöttél ide. Énekeljük egy evangéliumi énekünkben. Egy olyan főkönyvelő írta, aki aztán nagyon képben volt a számoknak a világában, nagyon szigorú volt, aki mindig beszélt arról, hogy az élet, ha véget ér, akkor nem mindegy, hogy hogyan gondolkodunk róla, és kicsit hóbortosnak is tartották ezért. Aztán egy fiataloknak tartott konferencián szinte ott a fiatalok között halt meg, aláhúzva, hogy az életünk ennyire törékeny. Testvérei közül sokan nem hittek Jézusban, olvassuk. Aztán ha tovább megyünk ebben a szakaszban, akkor látjuk, hogy mondják a Jézust fontosnak tartó, az ő cselekedeteit figyelemre méltónak tartók, hogy menj fel Jeruzsálembe és mutasd meg magad, végre robbanj be ebbe a világba. Talán az idősebbek, nem is talán, biztos nem fogják érni, mintha zúgta volna a tömeg, hogy nagy színpad, hogy most már Jézus, menj oda, Jeruzsálembe az ünnepre, mutasd meg magad, most már mindenki előtt legyen nyilvánvaló, hogy ki vagy. És Jézus nem megy. Sokszor szeretnék mi valamilyen nagy népszerűségben látni a keresztény életgyakorlatot. Tudjátok, hogy ma a kereszténység hol a legnövekvőbb?
ahol a legnagyobb üldöztetés szenvedik. És tudjátok, hogy hol lesz a leghiteltelenebb és a leginkább fogyatkozó, ahol a testvetség, a pozíció, a magamutogatás, a kényelmesség, a felszínesség eluralja az egészet. Nagy figyelemre felszólítás ez ám a mi számunkra. Most mindenki eldöntheti, hogy fontos-e neki Isten üzenete. Hogy a gyereke látja, hogy fontos. Most nem lehet demonstrálni, hogy megyünk a templomba, most otthon dől el a szobában minden, ahol aztán minden tudnak rólunk. Ahol a gyerekem látja, hogyha csúnyán beszélek. Ahol a fejemhez fogja verni, apa, te is ezt mondtad, tőled tanultam. Vajon hogyan állunk meg ebben? A zsidók féltékenyek Jézusra, elkezdenek okoskodni, pedig Jézus csak odament egy 38 éve beteg, kiszolgáltatott, emberileg reménytelen roncshoz, és megkérdezte, akarsz-e meggyógyulni, és meggyógyította, és elkezdenek teologizálni, és már nem számít az ember, már csak az elméleti vita fontos, de hát azért annyira ők nem teológiailag műveltek, vagy igényesek, azért az, hogy Jézus megölik, azt mindenféle emberi szándék által vezetett döntésben fogalmazzák meg. És olvassuk, hogy vannak ott az ünnepen olyanok is, akik hisznek Jézusban, sőt, suttognak is róla. A sokaságból sokan hittek benne, így olvassuk az egyik Biblia fordításunkban. Felolvasott alapigénk János evangéliumának 7. részének 36. versétől még mindig a lombsátrak ünnepén játszódik. A zsidóságnak 3 nagy ünnepe volt, a Páska, a Pünkösd és a lombsátrak ünnepe. Josephus Flavius, híres történetíró, azt mondja, ez volt az ünnepnek az ünnepe. Körülbelül, ha próbálnánk beazonosítani, ez az egyhetes ünnep október 15-e körüli időszakban kezdődött el. 2 dologra emlékeztek, ilyenkor már learadták a gabonát, betakarították a termést, a gyümölcsöket, egyfajta háladásban voltak, és azért lett lombsátrak ünnepe a neve, mert a egyiptomi szabadulás utáni pusztai vándorlásra emlékeztek. Sátrakban, fagaljakból összetákolt, a csillagos égre éjszaka ragyogó, kilátás biztosító, egyszerű sátrakban laktak. Emlékezésként. A Jeruzsálem 30 kilométeres körzetében minden felnőtt zsidó embernek 12 éves kor fölött kötelező volt az ünnepen ott lenni. A legnagyobb ünnepük volt, a leginkább az örömtől teli, hiszen végeztünk a munkával, most már lehet hálát adni. Sokat emlegették a 68. Zsoltár 20. versét, amivel köszöntettelek benneteket. Áldott az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, szabadításunk Istene. Jó megállni így, hogy amink van, hogy amire jutottunk, amit megélhetünk, amiből megélhetünk, az Isten ajándékaként lehet a miénk. És ennek az ünnepnek volt egy furcsa része, minden nap, illetve az utolsó nap 7-szer a főpap fogott egy 1,5 literes arany korsót, és lement a Siloach tavához, ott merített egy kancsónyi vizet, visszavitték, közben háladó zsoltárokat énekeltek, és az oltárra öntötte. És arra emlékeztek, ahogyan a zsidóság a maga kitikkadt, lázadozó, 40 éves pusztai vándorlás első néhány hetében megélte, hogy Isten a sziklából is vizet fakasztott. És ebben a különleges helyzetben lép elő Jézus. És húzza alá az Ézsaiás ígét, az Ézsaiás 12.3-ban ezt olvassuk, örvendezve fogtok meríteni a szabadítás kútfejéből. De jó lenne, hogyha az emberi küzdelmeinkben, a jelenkori bizonytalanságainkban Isten elvégezni a szívben azt, hogy a jövőre nézve nekünk van miért örvendezni. Hogyha kiszolgáltatott betegség, vagy a halandóság kikerülhetetlen valósága lesz az enyém, az biztos az enyém lesz, és a tietek is. A Krisztusra hagyatkozó, hozzá menekülő embernek
van mégis miért örvendezni. Az utolsó nap feláll Jézus, és hangosan belekiáltja ott a tömegbe, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Meghívás és emlékeztetés, szembesítés ez a mondat. Sokan hittek benne, sokan elhagyták, sokaknak gyilkos szándéka van feléjük, Jézus nem ebben foglalkozik. Hanem miközben egy ilyen lebutított világban az emberek nem akarnak szembenézni, hogy ha jelenben mi a dolgunk, és milyen lehetőségeink vannak a jövőre nézve, mintha ma is ilyen lenne, miközben a múltról lehet keseregni, vagy dicsimzusokat zengeni, de valahol az ember mégsem boldog a jelenbe, aközben ő látja, hogy mennyire hiányban vagyunk. Ha valaki szomjazik, mondja ő, eszméltető ez a meghívás. Mielőtt valaki éhen halna, biztos, hogy szomja hal, hogyha nem vesz magához vizet. Sokszor elmondtam ezt a történetet, hagy emlegessen most is, valahol hasonlóak tudunk lenni. Valahol az óceán nagy víztömegében, az Amazonas torkolatától néhány száz kilométerre egy hajó elsüllyedt, a legénysége egy csónakon menekült. Tájékozódni tudtak valamennyire, de nem nagyon volt esélyük a megmaradásra, hiszen tudták azt, hogy még ahhoz képest nagyon messze van a part, hogy ők kiérjenek, és szomjan fognak pusztulni. És ott, ahogy a csónakban megmenekült matrózoknak egy része már elalélt, a többiek próbálták még valahogy nyitva tartani a szemüket, egyszer csak meglátta őket egy arra járó hajó, ami fölvette a menekültek kicsin csoportját, és értetlenül kérdezték tőlük, hogy hát miért száradtatok ki ennyire? Mire a legtermészetesebb módon azt válaszolták, hogy nem volt ivóvíz nálunk. És csak ennyit mondtak nekik, hogy nem tudtátok? Az óceánnak ebben a sávjában az Amazonas annyi édes vizet hord, hogy itt a víz ihatóvá válik. Valahogy ilyenek vagyunk mi is. Az ember elkeseredik, reménytelenedik, küszködik, összeroppan, veszekszik, valamilyen megoldást keres, de amit Isten mond, az olyan mellőzhető. Ha valaki szomjazik, mondja Jézus. Hiszen aki nem látja az életében be az, hogy valami hiányzik, és ki az, aki engem megelégít, ki az, aki segít. Nagyon nagy szeretettel kérlek benneteket, én megértek mindenkit azok közül, akik azt mondják, hogy elegem van már a papokból, az egyházból, és már mindenből, hogy ne rajtunk keresztül gondolkozzatok Istenről. Jézus nem egy vallásos alakja volt annak a kornak, hanem benne Isten járt közöttünk, hogy megismerhessük, és mi annyi mindent elrontunk. És olyan sokszor teljesen jogos, és ezért bocsánatot kellene, hogy kérjünk azoknak a vélemény, akik azt mondják, hogy nekem nem kell. A világ ura, aki testet ölt, aki inkarnálódik, azt mondja, ha valaki szomjazik, mert tudjátok, amíg nem látja az ember a hiányát, a segítségre szorultságát, addig a legjobb esetben is valami felszínes, hagyományos, kiüresedett vallásosságig jut el. Akinek tele van a keze, és tele van az élete mindennel, az már nem biztosít helyet, hogy amit Isten adni akar, az odaférjen. Ezért kellene megüresíteni magunkat. Most olyan világot élünk, ahol egy csomó minden megváltozik, és mennyi bolondság kerül a helyére. Ha valaki szomjazik, mondja Jézus, mire vágysz, miben keresel megoldást, miben gondolod azt, hogy majd jó lesz? Talán megbotránkoztok ezen, amikor elcsendesedtem, sokat gondolkodtam ennek a szakasznak a kapcsán a héten, úgy eszembe jutott, hogy sokan mondhatják azt, na persze, ingyen sör meg örök élet. Isten ezt kínálja, nem? Hát már megint valami túlzás. Sokan viccből ilyenekkel kampányolnak.
De hát azért itt egészen másról van szó. Jézus nem szórakozik velünk. Nem valamiféle hóbortos üzeneteket mond, hanem kőkemény valóságról beszél. Ha valaki szomjazik. Tudjátok, hogy én honnan tudtam, hogy a nagypapám meg fog halni? Onnan, hogy elmondták a családban, hogy már egy napja csak átitatott zsebkendővel kenegetik az ajkait, mert már nem iszik semmit. És nagyon sokunknak ez a tapasztalata, hogy az agonizációnak az utolsó napjaiban már a folyadék sem kerül a beteg szervezetébe. Ha valaki szomjazik, mondja Jézus, sokan ezt nem vallják be. Sokan azt mondják, hogy nekem egy csomó bajom van, de hát azért ilyen nagy baj nincsen. Valakiről beszélgettünk tegnap előtt, és mondta egy harmadik személy róla, hogy akkor elkezdett gyülekezetbe járni, megkérdezte, hogy mi a baj? Mert ha valaki Isten felé elindul, ott kell, hogy legyen valamilyen baj. És úgy belegondoltam, hogy azért ez mégiscsak így van. Mert akkor be kell, hogy lássuk, hogy magamtól nem tudom rendezni az életemet. Nem tudom betölteni a hiányomat, nem tudom a feleségemet sem úgy szeretni, ahogy szeretném. És mindig benne vagyok abban a hiányban, hogy szeretném, hogyha szeretnének engem, és lennék valaki, ahogyan mondja Adi a versében. Ha valaki szomjazik, az ünnep utolsó napján, ahol drága emlékeik vannak az ünnepen részvevőknek, egy nagy tömegben, jól érezték magukat, boldogok voltak, egyszer Jézus elkezd a realitásról beszélni. Mert a valóság az, hogy szomjazó emberek vagyunk, és kiszáradunk, és lelkileg kiszikkadunk, és annyi mindent nem tudunk rendbe tenni. És magunktól nincs reménységünk, és ezért haragszunk Istenre, mert miért nem oldja meg az életünket úgy, hogy ebben a 80 évben minden sikerüljön, és boldogok legyünk. És amikor 80 éves korod után meghalsz, akkor pedig vérig vagy sértve, hogy hát miért halunk meg? Hát tudjuk, hogy így lesz. A valóságot tartja elénk, ha valaki szomjazik, mondja, jöjjön hozzám és igyék. Olyan meghívás ez, amiben először eszméltet Krisztus, utána pedig megerősít, nem kell összeomlani. Gyere hozzám, és igyál. János evangéliumának 4. részében az elmúlt időszakban emlegettük, itt az istentiszteleten is egy tönkrement életű nőről olvasunk, akinek nem jöttek össze a házasságai, a párkapcsolatai, kapcsolatból kapcsolatba került, sok tekintetben peremen ért a társadalom ítélkezése között, és Jézus találkozik vele egy kútnál, ahol egy zsidó ember nem is beszélt volna egy nővel, főleg nem egy másik népből valóval, és elmondja Jézus ezt neki. Ha tudnád, ki vagyok, te kérted volna, és adtam volna neki élő vizet. Pedig az asszonynak van vallásos ismerete, sőt, bizonyosan vallásos gyakorlatot is él. Ha tudnád, ki vagyok, mondja Jézus, most is mondja, ha tudnátok, hogy én ki vagyok, aki mindent odaadtam érted, aki nem mérlegeltem, aki nem mondtam, hogy még van egy kis dolgom, aztán majd utána segítek, aki azért jött, hogy rendezze a mi rendezhetetlenségünket, hogy a lelki eladósodottságunkból az embernek szabadsága legyen. Ha tudnád, ki vagyok, te kérted volna, és adtál volna nekem élő vizet. Tudjátok, nagyon sokszor még kérni sem tudunk, mert nincs bátorságunk a valósággal szembenézve meglátni, hogy igazából mire van szükségem. Mert elszenderegtünk már mi is, és inkább ott az iható víz közepén szomjan pusztulunk, mintha az ember azt mondja, ez így nem jó. Máté evangéliumnak 11. fejezetében ugyanezt a meghívást Jézus így fogalmazza meg, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és megnyugvást adok nektek. Az nem szégyen bevallani, hogy az ember megfáradt és megterhelt. Egy olyan világban élünk, ahol egyenesen azt sugallja a közgondolkodás, hogy az ciki, hogy defektesek vagyunk. Hát dehogy nem vagyunk azok.
Azt mondja Jézus, nem kell, hogy jó legyél, nem kell, hogy összeszed magad. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Valljátok már be végre. És én is végre bátorodjak meg lelkipásztorként, nem kell nekünk olyan erősnek mutatni magunkat. Jézus legyen erős bennünk. Megfáradtak és megterheltettek vagyunk. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. És aztán folytatja Jézus, aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Lássuk be a hiányt, merjük ezt felvállalni, halljuk meg Jézus hívását, és éljünk azzal, amit ő ad. Nehéz elfogadni. Olyan drága ígéret, aki hisz én bennem, aki rám bízza magát, hogy az írás mondja, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Mit olvastam Ézsaiás könyvéből? Örvendezve fogtok meríteni a szabadítás kútfejéből. És azt mondja, hogy aki a Krisztussal való közösségben él, az túlcsordul. Én nagyon sokszor vívódom lelkipásztorként, hogyha látják rajtam, hogy fáradt vagyok, vagy szomorú vagyok. Feleségem mindig mondja, nem jó ez, Tamás. De hát ő mosolygós személyiség, én meg morgós személyiség vagyunk. Ezért ő az én feleségem, hogy a kettőből legyen egy normális legalább. Tudjátok, azért a keresztény ember életében, a fáradtságán, a morgáson keresztül is túl kell, hogy csorduljon valami. Hiszen hogyha Isten betölt, és elmondja itt az alapigénynek az utolsó mondatában, hogy a Szentlélek ígéretéről beszél Jézus, amiről mi már tudhatunk, hogy ő ugyan nincs ebben a világban, de eljött a Szentlélek Isten személye közénk. És ha ő az életemet rendbe szedi, Isten igazsága Jézus áldozatáért érvényesül, akkor annak folytatása lesz. És ez az a több, ez az a túlcsordulás, amit Isten ígér. De jó lenne, hogyha ilyen lenne az életünk. Hogyha a szomszédjaink nem a fűnyíró zúgása miatt gondolkodnának rólunk, hanem azért, mert de jó őt fölhívni. És ő emlékezik arra, hogy a férjem most halt meg, vagy arra, hogy most van a születésnapom, és ő elmondta nekem, hogy imádkozik, értem is. Vagy csak mondjuk, és nem is tesszük ezt meg. Akivel jó beszélni, akivel őszinte tudsz lenni, akinek elmondhatod úgy, ahogy van, ha csúnyán, ha keserűen, ha lázadozva, az életed legbelsőbb dolgait. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, és aki hisz bennem, hogy az írás mondja, annak belsejéből élő víznek folyamai ömlenek. Mert ha Jézus az életet rendbe teszi, akkor annak van folytatása. Én ezt hiszem. Az ige erre tanít. És újból elkezdünk szomjazni, és újból meg kell tanítani a gyerekeinknek, hogy van ilyen bizonytalanság, de ő mindig mondja nekünk, hogy jöjjön hozzám és igyék. És drága dolog az, talán ti is tapasztaltátok sokszor, amikor az ember rácsodálkozik, hogy tegnap előtt még a veszekedés forrása voltam, és most valami, mintha történne. Nem tudom hogyan. Mert látom a saját magam hiányosságait, és Isten mégis túlcsordul rajtam keresztül. Hát legyünk ilyen áldássá a lakókörnyezetünkben, a család tagjaink között, a munkahelyen, ebben a városban. Jézus eszméltető meghívása, rendkívüli ajánlata mindannyiunk felé ma is érvényes. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Ne magyarázkodjunk, ne okoskodjunk, ne próbáljuk manikűrözni a bizonyítványt, hanem lássuk be, hogy hiányunk van, és hagyatkozzunk rá teljesen. És éljétek azt meg, amit ő mond, hogy aki hozzám menekül, aki hisz bennem, annak belsejéből élő víznek folyamai ömlenek. Izrael földrajzi adottságaiban kétféle módon volt lehetőség a vízszerzésre. Voltak víztározó medencék, amikből, hogyha jól megcsinálták a csapadék vizet, fel lehetett fogni, ha nem, akkor elszökött onnan hip-hop, és voltak élő források.
A víztározó medencékben nagyon sokszor megposhatta a víz. Lehetünk ilyenek. Ma nagyon sokszor a vallásos embert ilyennek látja a világ. Ilyen megposhatnak, ilyen keserűnek, ilyen savanyúnak, ilyen hiteltelennek. Jézus azt ígéri, lehetünk élő vízzé, aki felüdít, aki megerősít, aki felfrissít. Nem magamtól, hanem azért, mert az ő munkája rajtam keresztül csordul tovább. Hát legyünk a kezében ilyen eszközé, csendesedjünk el is, így imádkozzunk. Drága Úrunk, olyan sokszor hallgatjuk úgy a bibliai történeteket, mint ami tőlünk kívülálló 2000 kilométer távolságban és 2000 évvel ezelőtt megfogalmazott eseményekről szólnak. Segíts arra bennünket, hogy magunkat lássuk meg. A csalódásunkat, az okoskodásunkat. Köszönjük, hogy akkor is hívsz bennünket, amikor nagyon sokszor nem törődtünk a te hívásoddal. Köszönjük, hogy látod a szomjúságunkat, a megelégítettségre vágyásunkat, hogy mennyi mindennel próbálkoztunk már, és hányszor elfáradtunk, és hányszor talán feléd vádaskodtunk, pedig világos volt, hogy mi vagyunk a hibások. Köszönjük, hogy nem megharagudtál ránk, hanem új lehetőséget készítesz. Urunk, törzs be a hiányokat, és köszönjük, amit igazából nem is értünk, hogy azt ígéred, hogy a Szentlélek által túlcsordul, amit te adsz mások felé az életünkből, a te áldásod. Uram, olyan sok megterhelt, kétségbe esett, reménytelen ember van körülöttünk, ha neked kedves, használj bennünket feléjük, hogy ne a félelmeket, ne a bizonytalanságot terjesszük. Tudjunk a te eszközödként, nem sablomra, nem valamilyen kivagyiságban, hanem alázatosan, ráthagyatkozó módon megélni. Urunk, vésd a szíveink mélyére, hogy egyetlen megoldás az, hogyha hozzád hívjuk az embereket, hogy tudjuk elengedni a saját magunkét, ami olyan népszerű, ami kívánatos, ami nimbuszt építő, és hagy tudjunk mindig egy lépéssel hátrébb lépni, hogy te lehess elől. Urunk, imádkozunk a megterheltekért, akik talán a szomorúságukban, a lelki mélységeikben, a fájdalmaikban képtelenek most arra, hogy meghalljanak téged. Kérlek, készíts utat, hogy amikor az értelmük megnyílik, akkor juthassanak hozzád közelebb. Mert mindannyiunknak rád van szüksége, a te vigasztalásodra, a te ígéretedre. Ad, hogy valóban eszmélődjünk, hogy tudjunk a valósággal szembesülni, hogy ne valamiféle megkopott, régi módi, kiüresedett vallásosságot hirdessünk, hanem hagy éljük meg, hogy itt vagy, hogy eleven vagy, hogy a te ígéreteid ma is igazak. Urunk, nem tudjuk, hogy mi vár ránk a jövőben, de hagy bízzuk rád a jövendőnket. Köszönjük, hogy a te ígéreteid ma is állnak, és tudod, hogy mi a terved velünk. És köszönjük, hogy miközben mi tele vagyunk bizonytalansággal, a te biztonságos kezedben tudhatjuk az életünket. És köszönjük, hogy aki rád hagyatkozott, az nem születés és meghalás 80 évében reménykedhet, hanem tudja, hogy örökké tartó bizonyossága van. Így kérünk, hogy maradj velünk, és életünk minden helyzetében hadd éljük meg ezt a jelenlétet. Imádkozunk a mi nemzetünkért, kérünk ennek a világnak a sokféle zaklatottságáért, hozz lelki megújulást, de Uram, kezd velünk, hogy ne a másiktól várjuk ezt el, hanem hagyd tudjunk alázatosan előtted megállni mindannyian. Ámen. Csendes imádságban vigyük Isten elé könyörgésünket, magunkban imádkozzunk.
Áldott vagy, Urunk, aki meghallgatott könyörgésünk szavát. Az Úr Jézustól tanult imádsággal jövünk eléd. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Kedves gyülekezet, hallgassátok meg a hirdetéseket. Szomorú szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten két alkalommal álltunk meg elhunyt testvéreink ravatalánál, Isten vigasztalását hirdetve. Szabó Jánosné Buzás Margit 74 esztendős és Tóth János 61 éves korában elhunyt testvéreink temetésén. Elhunyt Kis Jánosné Nagy Eszter 82 éves korában, temetése február 2-án kedden délután 3 órakor lesz a református temetőben. Brakna Tamás 51 évet élt testvérünk temetése pedig február 4-én csütörtökön délután 2:30-kor a római katolikus temetőben a városi ravatalozóból. Emlékharangot hirdetek, 27-én szerdán Vladár István 27 éve elhunyt testvérünkre emlékeztünk harangjaink szavával, 29-én pedig pénteken Tar János 7 esztendeje elhunyt testvérünkre. Tudjátok kimondani, gyászolók és emlékezők szomorúságot hordozásában Péterrel együtt ti is. Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van, te nálad. Hadd hirdessem az alkalmainkat, konfirmációs és ifjúsági óráinkat, az előző hetek rendje szerint fogjuk internetes csoportban tartani. Jövő héten online istentiszteletet tartunk, a héten a kormányzat meghosszabbította a veszélyhelyzetet. Kérlek, hogy imádkozzatok azért, hogy valóban bősdöltés hozzunk. Sok minden tanácsot hallok én magam is, és tudom, hogy sok református gyülekezet kinyitott. Az nem érv, hogy a tömegközlekedésen is utazunk, és nyitva vannak a plázák, mert Európa nagyon sok országában ezek be vannak zárva. Tehát olyan érveket kéne találni, amik nem a rossz érvekhez csatolják az egyházat. Felelősségünk van, és akik sokféle tanácsot adnak, azoknak szeretettel tanácsolom, és a többieknek is, hogy keressetek egy-egy olyan embert, akinek nincs internetes elérhetősége, és segítsetek, hogy tudjanak az interneten keresztül velünk együtt lenni ezekben az időkben. Tehát a jövő héten még nem nyitunk, de kérem, hogy éljétek meg az internetes istentiszteletek lehetőségeit. Hadd köszönjem meg azoknak az adományait, akik az elmúlt időszakban az egész pandémia alatt átutalással rendezték gyülekezetünk támogatását. Hogyha nem lesz szokássá, és nem tudjuk ezt ilyen módon folytatni, minden bizony a gyülekezet anyagi nehézségbe tud kerülni, ráadásul 20 millió forintos beruházás fog itt a tavasszal történni a templomtetőn, a héten meg lett rendelve a cserépés, sok minden anyag az áremelkedések előtt. Én szeretettel kérlek benneteket, hogy a persely pénzeiteket, az egyház fenntartói járulékot, vagy éppen a felújításra szánt adományokat, akik tehetitek, átutalással, most láthatjátok is a képernyőn, juttassátok el a gyülekezet címére. Nem koldulás az egyház részéről ez, most egy ilyen furcsa helyzetben vagyunk, és nagyon szépen köszönöm, akik eddig is támogattak ilyen módon bennünket. Imádkozzunk a Bugyi Református Gyülekezetért, egyházmegyei rendünk szerint, és azokért, akik ezekben az időkben különösen nehéz helyzetben vannak, az egészségügyi dolgozókért, akik a munkahelyüket veszítették el, vagy valamilyen válságot hordoznak, legyünk ilyen módon is felelősségben egymásért. Az Úr Jézus legyen és maradjon a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Az áldásvétele előtt a 300. énekünk mindegyik versét énekeljük. A 300. dicséretünk így kezdődik: Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. Love.
szavadra hallgatok, tévedés az én bajom, én hamisság bűn vagyok, de igazság irgalom. Te gyelem vagy égi jó, mely minden bűnt eltörül, hagyd, hogy gyógyító folyó tiszta lásson meg belül. Életkút vagy lüktetés, víz merítni drága hely, ó, búzok fel bennem is, örök lép felé terej. Ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám és igyék. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságaitokban és könyörgéseitekben minden alkalommal háladással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen. Áldás békesség, áldott hetet kívánok mindenkinek.